lássuk, hol ütközik meg a Szeleukida család falseregünkkel. Ott van pár rom. Ránézésre mik lehetnek ezek? Sírok talán? Frázat se tudja. Eléggé dímbes, dombos a terület, aminek nem igazán örülök, mert ugyebár nekünk kell támadnunk, és Zemmi lovasságával gyorsabban is mozog, mint mi, szóval ha még ő támadna, akkor is ki tudná használni a terepet. Előre küldjük a falangszokat. Megéljük a hoplitákat. Védjük a szárnyokat a láncsásokkal és a trákokkal. Valamint arra az oldalra, ahova a trákok kerültek, rakunk még egy lovas egységet, és kihagytam egy falangszodorovat, életbe húzhatom újra a vonalat. Nem hagytam ki egy falangszot, remek? Na lássuk. Az erősítésünk pont az ellenség segélybe jön. Egy rakás hoplitá. Oké. Ahogy elnézem, az Emmy először rohamozni akar. Hát ezt nem vártam volna. Nem, úgyhogy nem akar rohamozni az Emmy. Csak valami egy kicsit előbbre jött, mert miért ne? Hát akkor toljuk előbbre az alakzatot pár lépéssel. Mert a sörénnek föl kell futni ezen a domboldalon, szóval az el fog tartani ideig, amíg ide érnek. Az Emmy szerintem megfordul és megpróbál először azzal a seregrészsel megütközni ott. Aminek nem örülök, mert ez azt jelenti, hogy ha elvesztem a csatát, akkor elsínik állja. Na mindegy. Nem úgy tűnik, nem tud ilyen bonyolult dolgokat csinálni, csak hátra megy pár tábornokkal. Mondjuk lényegében az egész rege tábornokokból áll. És egyforma méretű az átszalajuk, szóval nem tudom eldönteni, hogy most ki a főtábornok. Remek. Micsoda csel. És hol van a többi tábornok? Gondolom bújkál az erdőbe a tábornokaival. Remek. Mert ugye csak a főtábornok nem tud bújkálni, mindenki más tud. Hát akkor beküldöm a hopitáimat bújkálni az erdőbe természetesen. Megéljük, jönnek ezek a paritjás cuccosok. Az erdőben lovasokkal talán elbírnak a láncsásaim. Azokról ott felkészült arra, hogy hátba támadom. Ezekkel meg itt felkészült arra, hogy nem. És nem tudom, hogy hol bújkál a tábornokokkal. És egy tábornoki egységgel meg is támadott minket, ó, ezt nem láttam. Elkapni? Bögtádba! Oké, megfordulunk. Az ott megfrontálozza a falangszot, de megállom, csak az embereim nincsenek a lancszatban, remek! Mert miért is lennének az emberek alakzatba? Főleg egy falangsz! Komolyan, annyi lenne a dolguk, hogy előre nézzenek. Nem, benyomult az alakzatomba jó mélyen. Hoblitákkal még nem támadok ki, mert túl sok lovassággal készerítve, hogy megtámadjon minket. Ezekkel a hoblitákkal itt viszont előre nyomulunk, amennyire csak tudunk. Felfutunk eddig az erdő részed. Igazából az a baj, hogy ezen a rohadt pályán pont beleolvad mindkettőnk színe a környezetbe. Egy kicsit jobban látod, úgyhogy meg elég idegesítő, hogy mozog a minimap. Mint a gyalogságával esélye sincs, még egy lovassági roham arra a falangszra ott. Mivel hátba is támadja a nehéz gyalogságomat. Oké, megkerüljük őket, beküldjük a hoblitákat abba ott. Ja, a morál buszt, még mielőtt elfejteném. Hát ez a falangsz, ez... Bááááá! Miért olyan rohadt bonyolult, hogy előre kell nézni azokkal az istenverte láncsákkal? Utálom, amikor az Emmy így nekiáll forgalódni. Egy fél falangszot el is vesztettünk, ennek hála. Az meg ott jackózik. Remek. Oké, megrohamoztuk az ellenség hátát, ezeket az egységeket szerintem ledaráljuk egyszerűen. Shit, támad. Mivel támad? A perzsa nehéz lovasságával. Meggondolta magát. Elnyomunk egy morál boostot. Mert miért ne? Ezek itt állnak, mert miért ne? Oké, úgy látom megfordult. Ebben az esetben itt kezdenek el elfogyni az erdők, szóval itt szarba leszünk.
Oké, itt kell egy kis tervezés. Ezzel a két hobbit egységgel felfutunk ebbe az erdőbe. Ezzel a két hobbit egységgel, akik nincsenek alakzatban, mert miért lennének, felfutunk ebbe az erdőbe. Ezt tudjuk, hogy nem alakzatban lenni barom jó ötlet. Ezzel az egy egységgel megállunk mögöttük és támogatjuk őket. És ide jönnek a paritjásaink. Sőt, ezzel az útcsó egységgel, akiknek... Melyiknek az a parancs, hogy oda menjen? Neked? Ja. Perzsák! Ja, és egy tábornokot megöltünk. Neki a perzsáknak, mindenkivel. Komolyan, két darab Szeleukidával harcolunk? Remek. Na, én nem tudom, hogy hogy van ennek két tábornoka. Mert annak a kettőnek a tábornoki zászlaja van. Oké. Okay. Megpróbálj nyílt telepen elkapni a nehéz gyalogságomat és menni is fog neki. Oda küldöm az egyik hobbit egységet. Szerencsére ezek lándzsások, szóval valamennyire meg tudják fogni a lovassági rohamokat. Aki megfordult az egyik tábornokkal, azokkal ott menekül. Ezekkel itt ledaráljuk a zsidókat. 57 zsidó elefántodat megver 142 görög nehéz gyalogost. Jó. Ó, elfejtettem brancsot adni a paritjásoknak a fenébe. Vissza. Na, azokat a perzsa nehéz lovasokat remélhetőleg kinyírják a hoplitáink. Azokkal így megtámadjuk azt a nehéz lovasságot, meg is dobáljuk őket. A hoplitáink megakadtak a falangzban. Oda küldjük őket előre támogatni. Ott azt a két tábornokot most már futamítsuk már meg. Az Isten itt szemben néz a félseregem összes lándzsásával. Meg egy lovas egységgel, amivel hátba támadtam. És megöltem az egyik tábornokát. Na azért. Csak ki kellett őket osztani. Úgy látom, oda akarja fókuszálni a csatát valamiért. Feltételezem azért, hogy a falangcai jól be tudjon avatkoznia kell. A perzsákat végre megfutamítottuk. Akkor most felzünk. Három egység erre a tábornokra, két egység arra, a paritjásokkal dobáljuk ezt. Ennek itt parancsot adott, oldalba akarja támadni a hoplitáimat. Oké, egy egység átmegy ide. Ez egység átmegy oda. Paritjásokkal erre célzunk. Na, ott végre nem észreültünk a két tábornokot. Szóval az emberi remekül beállt a lakzatba. Legalább a falangiták egy irányba néznek. Ezeket kirendeljük ide oldalra. Ezeket beállítjuk ide. Lovasságot behozzuk ide hátra. Oké, oda rohant a lovasságával. Oda küldjük hobbitáinkat. Ezzel a hobbit egységgel elkezdünk kerülni. Mert azt a falangszalad minél gyorsabban meg kell törnünk, hogy annak a résznek ott segítséget tudjunk nyújtani, mert ott egy falangsz is épp oldalba támadja, és menekül 110 nehéz gyalogosom, remek. Akik ilyen még oldalba se támadtak. Mi a... Remek, oké. Okay. Nem tudom, hogy ezen miért döntöttek hirtelen úgy, hogy elkezdenek menekülni, de rendben van. Kezd kiakasztani ennek a játéknak a morálrendszere néha. Na. Azokat ott megtámadjuk, hátba támadjuk ezekkel. Trákokkal neki megyünk annak a tábornoknak. Ezekkel szint ugyanazt tesszük, és ezek már megint nem állnak a lakzatba. Remek, ott a hoblitáinkkal hátba támadtuk, ezek itt megtagadták a parancsomat, vagy csak baromi lassú? Csak baromi lassúak, oké. Nincs ebben minden meg van bocsátva. Remélem, hogy ez a fő tábornok, mert ezt itt hamarosan kinyírjuk. Egy Szeleukida egység is menekül. Bőfél másodperccel azután, hogy 110 gyalogosom elkezdett menekülni, akik hirtelen megfordultak. De ez már csak így megy. Nem bele a falangzba, a hátba támadjuk őket. Azok orbiták ott harcolnak az egy darab lovassal. Amíg a többi 29 ott van. Oké, okay, ezeket hátba támadjuk. Hátba támadnánk, hogyha nem akadnánk meg egy emberbe megint. Jó, 28 zsidó elefántvadászba.
Ez alatt úgy tűnik hátba akarja támadni a gyalogságomat, de nem megy neki. Ez a falangcit még mindig nem sikerült, hogy alatt álljon. Megdobáljuk az ellenséget. Megdobáljuk az ellenséget és oldalba támadjuk az ellenséget. Ezeket így ma oldalba támadtuk, remek. Oké. Megdobáljuk azt a nehéz lovasságot. Ezekkel itt üldözzük azt az egységet. Mindenkivel rámegyünk arra az egységre, mert az a lehetséges, hogy az egyik tábornok. Pontosabban lehetséges, hogy ő tábornok. Ezekkel itt megfordulunk, hogy megállítsuk azt a falancot. Ezekkel neki megyünk az oldalának. Pontosabban neki megyünk szemből, mert emmi útkeresés. A lovasságunkkal elfutunk itt a falanx mögött. Az ott egy nagyon okos roham, várom az eredményt. Placs. Ezek itt még mindig nem tudtak alakzni, de most sikerült alakzatba állniuk, remek. Azokat ott oldalba támadjuk, 6 ember él, abból természetesen egy a tábornok, itt hasonló a helyzet, 8 ember él. Na jó, hogy jutott ki abból az alakzatból? Na, azt az egyet ott szúrjátok már le. Jönnek orbiták. Lebökni az elefántos páncélút. Ez el fog tartani ideig még. Ezekre itt megfordul, megtámadjuk azokat. Ez egy szerencsétlen, hogy kinyírták a perzsák. Itt a falangszot teljesen körbevetszük. Na jó, az a két szerencsétlen áncsás volt, remélem lassan meghal. Csak sikerült megölni őket. Meghalt még egy tábornok, nem tudom melyik. Ez itt. Akkor az ott a főtábornok, ez a mi szerencsénk. De legalább kiirtottuk a Seleukidák családfájának felét. Ezekkel megtámadjuk azt a falangszot, mert lassacskán elmenekül, és mindegy, hogy merről támadjuk, mert az emmi úgyis út keres. Ezekkel azért elfutunk arra, hogy kijusson, ezekkel pedig erre. Ezért egy falangszot nem akarok futni, hogy ezért veszem őket körbe. Úgyhogy ezeket kinyírjuk, akkor eltörjük a Seleukida hadsereggerincét. Három ember maradt életbe, abból egy a tábornok és menekül. És az emmi útkeres, szóval utolsó érjük. De ott van! Aha. Na azért. Oké, az a falangszot menekül. Szóval teljesen körbevettük, esélye sincs. Meg ezt is körbevettük, csak ez még nem menekül. Idehozzuk az egyik falangszunkat, ezekkel megrohamozzuk azt a falangszot, azokkal berohanunk arról az alakzatba. Hátul még van valami, ami nem menekül. Nem úgy látom. De megfordult a perzsa nehéz lovassággal és belefutott a paritjásaimba. Remek. Ezeket elküldjük a perzsákra, most már kicsi a moráljuk, egy roham megtöri őket. Csak rá kellett néznem a mópitákkal és elkezdett menekülni, remek. Na, ezeket itt ledaráljuk. És szerintem ennyi pont elég lesz. Remek, maradt 54 ember, az összes tábornoka meghalt. Szuper. Oké, az ellenségességet, ahogy elnézem, sikerült teljes egészében megsemmisítenünk. Ezzel adseggel bevonunk Ipsosba. Itt adunk egy afféle kiterjesztett helyőrséget. Mert segít jól lecsökkent a népesség a háborúink során. Sardis még rendben van, de Ipsosban van 400 ember, és szerintem Tartosban sincsen sokkal többen. Az ott ki. Egy pár falangsz. Nem fog gondot okozni az ostromban. Nem igazán az a csapásmérő, amit ide akartam csalogatni. Lehetséges, hogy ide kitámadunk északra a volt pontuszi területekre, hogyha szerzünk egy tábornokot. Remek, ott ül egy lázadó hadsereg az egyik. Észak-makedóniai őrtornyunkon, szóval nem látunk egy géta támadást, hogyha támadnak a géták. Nagyon örülök. Oké, Agapét azt kihozzuk Ipsosba, gyalog. Mert a flottán messze van. Ja, meg mert ki kell kerülni ott egy lázadó sereget, ami lalanomra beszpónolt ezt. Rüellem lázadókat ebbe a játékba, csak idegesítőek. Nincs semmi értelmük, csak ott vannak, hogy húzzák az agyad.
Ambrakiába bővül a város, ez azt jelenti, hogy ja, nem már ki van maxolva a barakkunk. Nem tudunk nagyobb barakot építeni. Na mindegy, azért nem árt, hogy jön ő. Meg lehet, hogy majd elkezdjük kibővíteni a kikötőt is. Arécion bevonulunk ezekkel a háztartószokkal, növeljük az adót a korlázadnak. Majd lassacskán lenyugodnak ezek a területek. Már kezd eltűnni a probléma a hódítás miatt szerintem. Na, akartam még valamit, Tolóza gondolom még föllázott, hogy kivonulok. Ja, aztán ebbe a körre próbáltam kivonulni, akkor nem. Kavikör. Megálltunk az Avernusoknál? Nem, oké. Okay. Lehet, hogy majd kéne vezetnünk egy hadjáratot a Kis-Ázsia nyugati pártján lévő görögök ellen. Túl öreg vagy, bocsi. Szeleukidák fejlettebbek, mint mi, megint. Mediolanumban két van az auxilia képző, remek. Ott fel is állítunk egy pár auxiliát, hogy legyen helyőrség, amikor kiviszik a falancokat. Bataviumban hasonló lesz a helyzet. Ott is felállítunk egy auxilia képzőt. Bizantiumban kész a lovas egység. Ez megy le a seregbe Ipsosba. Hasonlóképpen a tábornokunkhoz. Pár kör múlva ott is lesz. Tardosz továbbra is ostrom alatt áll. Egy falangsz meg egy pár segítő egység. Megvarik, amíg kirón az emmi, mert nem akarok besétálni egy városba a falangszokkal. Igazából az egyetlen veszélyes egysége itt a tábornoki testőrség, hogyha azzal belerón a falangszaimba, akkor neki annyi. Szóval... nem igazán tudok más csinálni. Majd kéne felállítanom egy új hadsereget, de még nem. Még egy kicsit akarok előtte terjeszkedni. Szóval... következő kör. Athénban csökken a népesség, mert nem bűvítettük a várost már jó ideje. Na majd most... komolyan? Ott gyűjtök Ipsosban félkörnyi járóföldre egy rohadt nagy csapásmérő erőt és te megtámadott kb. 3 egységgel ránézésre Nikáiát, tábornok nélkül. Gratulálok, oké, remek. De hol vagy? Ambrakiában. Irány Spárta. Még egy év. 234-et írunk. Kevesebb mint 40 év alatt legyőztük Rómát. Antigoné meghalt, jaj. Valahogy nem tudom siratni. Boróniában kész van az auxilia képző, remek. Elkezdünk ott is auxiliákat pumpálni, mert kell majd itt Ariminum lázad, mondtam, hogy kellenek. Kirendeljük oda a Kelto Hellén gyalogságot. Oké, okay. Arécium úgy tűnik kezd megbékelni velünk. 3 egység. 3 egységgel vonta ostoman a legerősebb csavásmérő erőm mellett lévő városomat. Két zsidó elefánt vadász és egy falangsz. És ilyen esélyeik vannak 4-szeres túlerővel szembe. Azért ezt rábízom az autobattle-re. Remek. Bye bye baby, ezekkel itt visszavonulunk Ipsosba, már itt visszamenetelünk Ipsosba. Ekközben itt, hoppá, nem ezt akartam. Építünk valamit, ami növeli a népesség növekedést. Ez segít a helyi egészségügynek, szóval, szóval növeli a népesség növekedést. Ekközben mit építsünk hol? Szédét körbe vonjuk kőfalakkal, mert itt ugye eddig gyakoriak a Szeleukida válaszcsapások. Tarzos maradjon ostrom alatt. Agapétosz menetei tovább. Ipsos már nincs olyan messze. Ez itt csökkenti a népesség növekedést, mi? Mi a segít a lázdások ellen, de itt nincsen igazán lázdások. Oké, okay, kövikör. Szépen lassan növekszik a népességünk. Hozzuk helyre azok a területeket, amiket bevettünk a nagy háborúinkkal. Ajha! Na itt az a csopás mirőjére, amire vártam. Azt a rohadt! Egy rakás perzsa auxiliáris csapat, falangszok. Hú, na ez egy Szeleukida sereg, ilyenekre vártam. Szíriai ijászok, mondjuk csak öt szerencsére.
ez egy szép csata lesz. Végre egy komoly Szeleukida haderő. Ami nem abból áll, hogy tábornok. Na de, ez a csata már nem fog beleférni. Úgyhogy ez volt én már a Barna. Ez volt itt már a Let's Play Rome Total War Európa Barbarorum, és találkozunk a legközelebb. Addig is a viszont, látásra!